Jó, akkor elkezdjük a bhakti jogás részt, ami minden jóga folyamat közül nekem is a kedvencem, erről szeretek beszélni a legjobban, mert ugye minden jóga folyamat, minden jóga rendszer ebben tetőződik. Tehát igazából minden más jóga folyamatnak a célja az, hogy elérjünk a bhaktihoz. Ugye a Bhagavad Gita központi 6 fejezetében is erről van szó, amit már az elején kifejtettük, hogy ez az első 6 fejezet, 18 fejezetből az első 6 fejezet az a karma jóga, gyána jóga folyamatával foglalkozik, az utolsó 6 fejezet foglalkozik a gyánával, és akkor a középső 6 fejezet, ami a legfontosabb, amit körbeölel minden, ugye a Gitának a lényege, az a bhakti jóga folyamatát írja le. Bhakti szó az azt jelenti, hogy odaadás, szeretet. És ugye azért ez a legmagasabb szintű jóga, mert ugye ez már nem öncélú. Tehát a jógának a folyamatai, ugye ezek ugye a felemelkedést összekapcsolódni a legfelsőbb személlyel, ugye különböző jóga rendszereken keresztül. Mindennek az a célja, hogy ez szépen ötvözve legyen a bhaktival. Tehát minden más jóga folyamat akkor működik, hogyha bele kapcsolódik a bhaktihoz. Tehát a karma jóga az is akkor működik, hogyha össze van kapcsolva a bhaktival, odaadással. Hogy mi odaadással ajánlom fel a cselekedeteimet, odaadó tudatban végzem a cselekedeteimet, a karmámat, ugye karmikus cselekedeteket, és akkor ezt összekapcsolom a legfelsőbbel odaadásban. Akkor annak lesz egy nagyon jó eredménye. Akkor annak lesz egy spirituális, lelki eredménye, ami valóban fölemel. Ugye gyána jogában, vagy beszéljünk először gyánáról, ugye a tudásról, hogy a tudás folyamata, ugye a szentírásoknak a tanulmányozása az az, hogy megértsük Istent, és hogy megértsük a vele való helyzetünket, kapcsolatunkat, de annak meg ugye annak, hogyha csak szárazon tanulmányozod a szentírásokat, ugye a szentírásokban le van írva, hogy a bhakti a cél, úgyhogy minek tanulmányozol egy tudást, hogyha azt nem akarod alkalmazni? Szóval akkor a tudás művelése az akkor válik eredményessé, amikor megértjük azt, hogy a tudásnak mi a lényege, a forrása és a végcélja. És akkor lefoglaljuk. Tehát egy karma jógi, hogyha eléri a tökéletességet, akkor az bhakti jógi lesz. Ha egy gyána jogi eléri a tökéletességet, megérti a tudás művelését, akkor azonnal bhakti jogi lesz. És ugyanígy van a gyána joga, a meditációs joga folyamatával is. Ugye a hatha joga, az ashtanga joga, ugye a zászona gyakorlás, a pránajám, ez az összes ilyen ugye a kezdeti szintekről haladva a magasabb szintjei felé, ugye a meditációs dolgok felé, ott már Istenen meditálunk, és ugye a cél az, hogy felismerjük, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk. És a mi eredeti kapcsolatunk pontosan mi is. És ugye ez a felismerés, ugye a lelki szintre való emelkedéssel az ember megérti a helyzetét, akkor megérti, hogy az örökké, a lélek az örökké valóan Istennek a szerves része, egy csodálatos kapcsolatban, aminek a kulcsa a bhakti. Tehát a lelki világ, a jogának a célja visszajutni a lelki világba, a lelki világnak, a transzcendentális világnak pedig az egész mozgató rugója a szeretet, az odaadás, a kölcsönös kapcsolat Istennel. Istennek millió és millió formája van, a lelki világnak különböző részei vannak, ahol Isten végtelen módon árad ki különböző formáiban, azért, hogy a szerves részeivel, az élőlényekkel és a különböző energiáival, kiterjedéseivel tudja élvezni ezt a fajta szeretetet, ezt a kölcsönös viszonzást. És ezért a legmagasabb szintű jóga a bhakti. És csak a bhakti jógában elért tökéletességgel lehet hazajutni a lelki világban, mert ha nem tanuljuk ezt meg, szóval minden más csak egy ilyen előkészítő történet. Ászanázni, pránájámozni, meditálni, egészen eljutni a Brahma Buddha szintig megtudni azt, hogy én egy örökké való lélek vagyok, és már kiszabadultam effektíve az anyagi világból, de ugye, amit az előző előadásokban beszéltünk, nem tudsz bejutni a lelki világba, hogyha nincs bhakti, nincs odaadás. Mert ott a lelki világban minden bhakti működik. Szóval a bhakti jogának van 9 folyamata.
Sravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Védanam. Ugye a Srimad Bhagavatam című könyvben ez a gyönyörű vers, mert azt hiszem Prahlád Maharaj mondja el a bhakti yoga 9 folyamatát. Aztán most végigmegyünk mindegyiken. Sravanam, hallás folyamata. Ugye ez az első, ez a legfontosabb dolog. Ugye mert ameddig nem hallunk, addig nem jön be információ, hallani kell a tudást, hallani kell a mantrát, mindent. A hallás az a legalapvetőbb folyamat. És aztán utána van a kirtanam. Sravanam, kirtanam. Tehát hallás és ismétlés folyamata. Ugye, hogyha már láttatok ilyen mantra éneklés dolgot, ott is mindig az van, hogy van egy vezető énekes, aki általában egy emelkedettebb személy, ugye egy tiszta személy, ő énekel, és utána visszaválaszolnak neki. Szóval először hallunk, az bemegy, és utána éneklünk. Sravanam, kirtanam. És ott mondja utána, Prahlád Maharaj, hogy Vishnu smaranam. Smaranam az azt jelenti, hogy emlékezni. Tehát amikor leülsz, hallasz és énekelsz, akkor emlékezel, meditálsz. Van a Sravanam, Kirtanam, Vishnu smaranam, Archanam, az Úr murti formájának imádata. Ugye, amiről beszéltünk, hogy templomokban vannak különböző formái Istennek, amik nem spekulatív formák, tehát nem az valaki kitalálta, és akkor kifaragta Pinokkiót, és akkor beállítja a templomba, hogy ő Isten, ugye nem ez, hanem van a védikus szentírások által nagyon komoly leírások arra, hogy Istent milyen formákban lehet imádni. És az Archanamnak a folyamatának a része az, hogy imádjuk a Murtit, és van úgynevezett ilyen pudzsa, például ilyen templomokon elmentek, és akkor ugye a Murti formákat naponta többször egy ilyen árati ceremónia keretein belül imádja egy pap a fő elemekkel. Most ez füstölő, lámpa, víz, kendő és valamilyen legyező. Hát ezek a szimbolikus az öt elemnek a szimbolikus képviselői. Ugye a füstölő az a föld illata. A tűz, a lámpa az a tűz, ugye, a víz az a víz, ugye a kendő az a levegő. Ilyenkor ennek az a jelentése, hogy visszaajánljuk az elemeket Istennek. Mert mi annyi mindent kapunk, nap mint nap el vagyunk látva, napfénnyel, vízzel, levegővel, és mi hálásak vagyunk, és ezt naponta többször megemlékezünk arra, hogy ezt mind kapjuk, és odaadással visszaajánljuk. És a Murti imádatnak az Archanamnak, ez árati is egy része, az étel felajánlás is egy része, az étel megfőzése is egy része. Tehát itt a bhakti jogának ezen részén, a Murti imádatnak az a funkciója, hogy ugye Isten egy személy, és mi is egy személy vagyunk. Egy személlyel viszonyt alakítani, vagy újra fölállítani a kapcsolatunkat, az azt jelenti, hogy elkezdünk vele foglalkozni, mint egy személy. És akkor főzök neki, felajánlom, Murtikat öltöztetik, fürdetik, áratit ajánlanak, szóval van komoly templomi imádat, az, hogy az élőlény hogyan tudja ezt a meditációt fejleszteni, hogy Isten ő egy személy, és van ez az interakció. Archanam, Vandanam. Vandanam azt jelenti, hogy imákat ajánlani. Tehát az ember imádkozik. Vannak olyan imák, amiket saját magad mondasz, amit mondjuk az eszedbe jut. Vagy van nagyon-nagyon sok folyamat, vannak nagy szenteknek, nagy jogiknak az imái, amik az évszázadokon, évezredeken keresztül híres imák. Vannak, amiket az ember reggel felkelsz, és akkor csak elmondod ezeket az imákat. És akkor ez egy jó meditáció arra, hogy úgy kezded akár a reggeli, vagy akár a jogát. Ugye most pont valamelyikőtök kérdezted, hogy ugye az astanga órát is úgy kezdjük, hogy
ugye akkor imát mondunk a lelki tanítómesternek, imádkozunk Patanjalihoz, az ő kegyükért, az ő áldásukért, hogy a gyakorlatunk sikeressé váljon. Ez a vandanam, ez az imádkozás folyamat egy nagyon-nagyon fontos része a baktinak. És ugye mindegyiknek a célja a meditáció. Szóval mindegyikben te meditálsz. Hallás közben ugye Istenre gondolsz, kirtan közben Istenre gondolsz, a smaranam ugye automatikusan az, hogy meditálsz. Ugye az arcsanam közben is az egy folyamatos meditáció, a vandanam imádkozás közben is folyamatosan meditálsz. És aztán pádaszévanam. Szolgálni Istent. Alcsonyan mondom. Dászjam, az azt jelenti, hogy szolgai hangulat elsajátítása. Szákjam, azt jelenti, hogy a baráti hangulat, ami már egy magasabb szintű. És az átmani védanam, az pedig a végcél, hogy minden tökéletes meghódolás. Ami a Bhagavad Gita-nak a fő konklúziója, mikor mondja Krishna Bhagavad Gita, hogy sarva dharmam parityajam mamekam saranam braja, hogy te hódolj meg, adj fel minden más utat, és hódolj meg egyedül én előttem, és én megvédelek minden bűnös visszatartástól. Ez a Bhagavad Gita-nak a konklúziója, hogy végül van annyi út, van annyi dolgot ajánlanak a védák, félistenek, minden, és, de csak mindennek a célja az, hogy eljuss ehhez a ponthoz, hogy átmani védelem. Add át magad teljesen, és akkor én tökéletesen átadom magam neked. Ugye ebben a örökké való tökéletes kapcsolatban. Szóval ez a jógának a tökéletessége. És ugye úgy mondja igazából a gyána jóga fejezetben is, Krishna, hogy a hatodik fejezet utolsó versében, hogy jóginám api szarvésám, madgatévan tarátmanám. A legtökéletesebb jógi, aki mindig rám gondol és szeretetben elmerül ebben a kapcsolatban velem. Szóval ezt Krishna maga mondja, hogy az a legtökéletesebb jógi. Nem az, aki elmegy ide és önös célokért lemondásokat végez, ezen meditál, azon meditál, pénzért, elismerésért, misztikus képességért, akár csak azért, hogy megszabaduljon a szenvedésektől. Ugye az impersonalista jógiknak mi a célja? Semmi odaadás nincsen bennük, ők csak meg akarnak szabadulni az anyagi világ szenvedéseitől, abban semmi bhakti nincs. Ezért nem vonza Istent. Szóval Istent az odaadás vonza, mert ő is abból áll. Ugye ő ennek az ánanda, ennek az örökkévaló gyönyörnek az energiája, az egy kölcsönösségben nyilvánul meg, amit úgy hívnak, hogy szeretet. Az anyagi világban is mondják emberek, hogy ennek a világnak a legcsodálatosabb mozgató rugója a szeretet. De itt nincsen szeretet. Az anyagi világban csak motivált szeretet van. Szóval nincsen tiszta. Tiszta szeretet? Igen, ez egy jó gondolat, mert az eredeti, az ádi rasza, az Istennel való, az Isten szeretet, a préma, ami minden élőlénynek az eredeti szvarúpja, vagy örök helyzete. Csak mi ezt most nem praktizáljuk, nem gyakoroljuk, hanem próbáljuk itt az anyagi energiában valahol más folyamatomon keresztül ezt működtetni, csak hát ez itt nem lesz eredményes, mert itt ugye nincsen motivált a dolog. Szeretet az azt jelenti, hogy odaadás, átmani véden, ami meghódolok. Tehát amikor két ember között egy olyan kapcsolat működik, hogy én mindenben alád vagyok rendelve, két ember mindenben alárendeli egymásnak magát. Szóval van egy ilyen transzcendentális, az élőlény és Isten között van egy tökéletes ugye viszony, hogy amennyire te tökéletesen meghódol az élőlény, akkor Isten tökéletesen meghódol. Viszont mondta, hogy én a rabszolgája vagyok annak a tiszta baktának, aki tökéletes tiszta odaadással rendelkezik felém. Isten, azt mondja, hogy tökéletesen az egész univerzumok, minden lelki, anyagi világnak a forrása, mindennek a működtetője, mozgatója. És ő a bhakta szeretetének tökéletes, mint egy bábú olyan. Mondta, hogy az pont beültél közénk. Vagy valaki csúszálja egy kicsit, és akkor látjuk egymást. Bárhol máshol van, te biztos, hogy tudsz ülni. És tehát ő olyan lesz, mint egy ilyen, mint egy báb.
annak a kezében, akinek tökéletes szeretete van. Mert ez egy nagyon inspiráló, őt semmi más nem érdekli. Ajánlhatsz neki bármit, ugye vannak nagy templomok, nagy imádat, őt nem érdekes, ő tiszta szeretet. Valaki tiszta szeretettel énekel, valaki tiszta szeretettel gondol rá, akkor nem tud. Mondod, hogy az a személy, aki tökéletes tiszta szeretetben mindig rajtam meditál és rám gondol, azt én nem tudom elfelejteni soha. Isten. Mondhatnám azt, hogy hát van annyi dolga. Neki ez az egyetlen dolga. Ezért vannak a lelki világban, ez az összes energia azért árad ki, hogy ezt a szeretetteljes viszonyt tudja működtetni. És ugye igazából sokszor mondjuk azt, hogy ugye az élőlénye alárendelt helyzetben Istennek, és hogy ugye ő az, aki, de igazából mi nekünk sokkal jobb helyzetünk van. Mert ugye nekünk csak van egyfajta, van egy szeretet potenciánk, amit mi tudunk közvetíteni felé. És ő neki meg végtelenül nagy állanda, gyönyör potenciája van. Szóval mi járunk jól igazából azzal, hogy kapcsolódunk, mert mi egy örökkévalóhoz tudunk kapcsolódni. Ő meg csak annyit tud velünk élvezni, amit mi tudunk biztosítani, azt a nagyon parányit. Értitek? Szóval igazából még ez a kapcsolat számunkra sokkal inkább egy nagyobb érték. Azt mondja, hogy ő mindenkire gondol. Te meg csak őre. Szóval neked ő a minden, és így és ő ugyanúgy viszonyul, és ő tud mindenkivel ugyanúgy viszonyulni. Ez nem azt jelenti, hogy jövős, akkor nem tudok figyelni te rád, mert most éppen rád figyeltem, és akkor várjál, most éppen rám gondol ez a jó, most ez a jó, és akkor megy ez a dolog. Nem, ő végtelen potenciával tudja ezt működtetni, ezt a dolgot. Ugye, lelki energiában. És ugye ez a meditációnak is egy fontos folyamata. Tehát az Ashtanga jógában is, a Hatha jógában is, a fejlett szinten ugye a meditáció az ott elindul. Tehát az összes ilyen előkészítő folyamat, az ászana gyakorlás, a pránajám, a tisztító folyamatok, a satkarmák, a különböző kriák, a különböző szabályok követése, ez mind ahhoz vezet el bennünket, hogy elkezdjük kifejleszteni az odaadásnak, a bhakti jógának a folyamatát, és most mindjárt be is bizonyítom, hogy melyik részén. Ugye már a yama-niyama elvek között, ugye ott van. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan hogyan is van ez, hogy meg tudjátok nézni, kikeresem, hol van. Megnézzük. Tehát a yama-niyama elvek között ott van az, hogy Isvara Pranidhan. Ugye, hogy az ötöt pozitív és elkerülendő és a pozitív elveknek a követésében. Ott van az, hogy Isvara Pranidhan az, hogy megismerni Isten, tudást szerezni és odaadással szolgálni. Tehát még az Ashtanga yoga folyamatában is ott van az, hogy hogyan imádjuk Istent. És a bhakti az a sikerhez, ugye az Ashtanga jogában is fontos a bhakti, mert ezzel csak ezt akartam kihangsúlyozni. És utána megyünk tovább, ugye, hogy ez az átmani védenem. Ugye akkor ez a 9 folyamat. És a 9 folyamatban viszont van egy nagyon központi elem. Ugye savanam kirtanam automatikusan jelenti azt, hogy hallás éneklés. Smaranam a különböző ilyen meditációs gyakorlatokban is mantra, a közvetítő eszköz, amin keresztül tudunk meditálni. Az archanam folyamata, az imádat folyamatokban, ha megnézzük, valaki elkezdi tanulni az ilyen archanam folyamatokat, ott is mindenhol mantrák vannak. Tehát mantrákkal ajánlod a füstölőt, a vizet, mindenre vannak mantrák. Minden hangon keresztül ajánlódik. Az ételfelajánlás mantrákkal működik. A jóga tiszta forrásból végén például ott van, hogyan lehet felajánlani mantrákkal az ételt, ami tiszta étel. Vandana, az imák. Ugye ezek is a különböző
hiteles imák, ugye, amiket ilyen szentek írtak le, és nagyon szép formában vannak, ugye, a szanszkrit imák, ezek is effektíve különböző mantráknak a kiterjedései. Szóval minden egyes folyamatnak a központi része a mantra. Mantra szó az azt jelenti, hogy mana, elme, trájaté, tratrájaté, az azt jelenti, hogy felszabadítani. Egy olyan hangvibráció, ami felszabadítja a tudatunkat az anyagi kötöttségekből. Egy lelki hangvibráció. Ugye vannak anyagi hangvibrációk, vannak lelki hangvibrációk, és mindegyiknek más a hatása. A lelki hangvibrációnak az a mantráknak az a hatása, hogy kiszabadít bennünket, fölemeli a tudatunkat egy transzcendentális síkra. Miért? Miért van az, hogy a mantra fölemel? Bármilyen mantra, ami transzcendentális. Ez most kérdés volt. Isten energiáját tartalmazban? Igen, meg nem különbözik Isten. Tehát például Istennek a nevei nem különböznek Istentől. Tehát Isten ő egy olyan transzcendentális személy, ő mindennek a forrása, minden energiának a forrása, és ő azt jelenti, hogy az ő formája nem különbözik tőle, tehát a murti forma a templomban, ha helyesen be van avatva, azt is mantrákkal ugye avatják be, prámpratista ceremónia, ugye életadó ceremóniával, mantrákkal meghívják bele Istent, ugyanúgy, mint ahogy magyaráztam kint, hogy vannak ezek a jantrák, és a jantra, ezek a szimbólumok a térrendezésnek a különböző jantráit is mantrákkal avatod be, invokálod bele azt a fajta energiát. És ugye a murtikat is, amikor a templomokban beállítják, akkor van egy ilyen ceremónia, amikor meghívják bele, úgymond, hogy fogadod el ezt a formát, hogy ezen a formának a szolgálatán keresztül tudjunk szolgálni téged. És akkor ugye vannak tehát ezek a transzcendentális mantrák nem különböznek tőle. Tehát amikor mondod, akkor személyesen tudsz Istennel kapcsolatban lenni. És ugye mivel ő Isten, ő pavitram, ő a legtisztább, ezért megtisztulunk. Tehát, hogy egy tiszta személlyel társulsz, akkor te is megtisztulsz. Szóval a fejlettebb szintjei, még az astanga, még az ászana gyakorlós jogákban is. Az a fejlett szint, amikor nem azon meditálsz, hogy leszakad a lábam, meg éppen már felborulok, hanem egy dinamikus meditáció, minden ászanához megvannak a mantrák. És akkor lehet úgy ászanázni, hogy közben mondod a mantrát elmében, és teljesen el vagy merülve a hangvibrációban, és így gyakorlod az ászanát, figyelsz a légzésre, és a fókuszpont az a mantra. Ez a valódi ászanázás. Az, hogy közben csak itt tornázunk, meg minden, az még nem feltétlenül jelent jogát. De amikor már valaki, majd mondok olyan mantrákat, amiket például a jogázásnál lehet majd használni. Vagy esetleg megy olyan zene. Én azért kifejezem, az én óráimon mindig megy olyan zene. Én nem tartok olyan órát, hogy nem mennek mantrák. Mert az is fog hatni, ha csak hallod az ászana a gyakorlás közben, az fog kiemelni. Sokkal nagyobb jelentősége van a zenének, mint az ászana a gyakorlásnak. Sokkal inkább attól lesz jobban inkább, mint az, amit próbálunk csinálni itt a szőnyegen. És ugye akkor a mantrák segítségével, a mantrák, az benne van a murti imádat, benne van az imákban, és a fejlettebb szinteken is benne van, és benne van minden más folyamatban is. Szóval a más jóga rendszerekben is. Karma jóga, ugye a cselekedeteket felajánlani, azt is mantrákkal teszik meg. Az ételt, amit főztél, azt is mantrákkal ajánlod. És ugye amikor pedig eljutunk az Ashtanga Hatha Yoga rendszerében már a magasabb szintekre, amikor meditálsz, ugye Pratyahára és Dharana, azon a szinten, ugye az 5-ös, 6-os szint, amikor visszahúzod az érzékszerveket, leállítod a légzést, működteted az energiákat a gerinc mentén, fölfelé is elérsz egy meditatív állapotot, a meditatív állapotban te mantrán meditálsz. És a mantra meditációnak jának az eredménye lesz majd az, hogy eléred a szamádit. Gyána és a szamádi. És a végeredmény az, amikor meglátod Istent a szívedben. Nagyon-nagyon hosszú idő után.
az az Ashtanga jogának a célja, Vishnu darsan. Vishnu, Istennek a négykarú formája, ami a szívben van, ugye a Paramatma. A legfelsőbb lélek, felső lélek. És ugye a meditáció, az a meditáció tárgya, az mindig ő. Az mindig Isten a meditáció tárgya. És a hangvibráció az, ami a mantra, az, ami a legpotenciálisabb átvívő energia. És ez miért van? Miért egy ilyen nagyon dinamikus, miért egy ilyen nagyon hatásos módszer a hang? Honnan van erre bizonyíték? Ilyenkor alszunk például, minden érzék ki van kapcsolva. Hang az akkor is felébreszt, akkor is tudod, éberségre hív. Valaki szól. Lehet egy alvó embernek mutogatni, vagy mindent csinálni, de hogyha szólsz, akkor azonnal ugye az ébreszti. És ugye a legpotenciálisabb dolog ebben a világban a hang. Ugye a tudományok, még az anyagi tudományokban is, a védákban, amik lejönnek különböző anyagi tudományok, a gyógyászat, térelrendezés, harcászat, mindenhol, orvostudomány, ugye, mindenhol volt mantra. Szóval ezek anyagi mantrák. Az anyagi mantra az azt jelenti, hogy van, mondasz egy mantra, és annak lesz egy anyagi eredménye. Lehet gyógyítani mantrákkal, hangvibrációval, lehet harcolni, ugye, annyi mindent működtetni mantrákkal, energiaáramlásokat a lakásban működtetni mantrákkal. De a lelki hangvibráció az meg, ugye, aminek a jógi, ugye ő felemelkedni akar, ugye magasabb szintekre, akkor ő lelki hangvibrációt fog énekelni, vagy emlékezni lelki hangvibráció, mert ez kiemel bennünket az anyagi világból. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdés? Valami nem érthető? Jó, oké. A teremtés folyamata is például, ugye említettem az előbb, hogy mindennek a tengelye, ugye ez a hang. A védikus szentírások azt is leírják, hogy a teremtés folyamata hangból árad ki. Tehát Brahma, ugye az első élőlény, az univerzum első élőlénye, ő amikor megszületett a lótuszon, és ugye akkor még sötétség, még semmi nem volt az univerzumban, csak ő volt egyedül, meg Vishnu. Mert ugye Vishnu köllökéből nőtt ki a lótusz, ugye Brahma az első élőlény, ugye akkor ő megszületett, ő az, akinek nincsen anyja meg apja, mert ő ugye közvetlenül Istentől született. És akkor egy sötétség volt, és ő csak hallott egy szót, hogy tapa, végez lemondást. És akkor ő kapott egy mantrát, ami ugye ez a Gopal Gayatri mantrának hívják, van 7 fontos Gayatri mantra. Az egyik, az első Gayatri mantra az nagyon ismert. Ez az Om Bhurbhuvah Svattat Savitur Varenyam Bhargadevasya Dhimahi Dhiyo Napracodayat. Van ez sok ilyen mész Indiában, vagy Nepálban, ott főleg nagyon a buddhisták nagyon szeretik ezt a mantrát énekelni. Mert ez az első Gayatri mantra, ami a napnak az imádatát. Ugye, mert a nap az, mondja Krisna Bhagavad Gita-ban, hogy a nap és a hold az én vagyok, ők az én képviselőim. Tehát Szúrja, napisten, ő Vishnunak a képviselője az univerzumban, ő a fény, őtől jön a... Ugye Szúrja namaszkár, ugye, az a Szúrja napistennek a napüdvözlet, az pont erről szól, hogy mi imádjuk Vishnut. Igazából a napistent imádjuk, de ő, mivel Vishnu képviselője, igazából Vishnut imádjuk a napüdvözletekkel. Akkor kezdjük a jogát, mindennek a kezdete az, hogy én imádom először Vishnut. Bármit akarok csinálni, mindig először imádjuk Vishnut. És ugye megcsinálja a napüdvözletet, ez Vishnunak az imádata. És ez a Brahma Gayatri, ez is ugye az első Gayatri mantra. És a Gopal Gayatri az a hatodik mantra, ugye van 7 Gayatri mantra, igazából ilyen titkos mantrák kellene, hogy legyenek, de azért valahol meg lehet őket találni. Na, az volt az első mantra, amit Brahma kapott Saraswati, a tudás istennőjétől. És ugye ez a mantra, mondta, hogy meditációban jött, hogy ez a mantra jött, és mondta, hogy ezen meditálj.
És azt hiszem 1000 mennyei évig meditált ezen a mantrán. És akkor utána jött még egy dolog, kapott, jött egy megvalósítás, hogy akkor oké, okay, kapsz még egy mantrát, ami pedig, tehát most elérted ezzel a mantrával, elérted azt, hogy kérhetsz, mire vágysz. És ugye hát akkor ugye Brahmának a funkciója az volt, hogy teremtsen. És akkor kapta a Káma Gayatri mantrát, ami meg egy olyan mantra, ami minden vágyat beteljesít. És akkor mondta, hogy akkor elkezdett meditálni azon, és akkor jött a képesség neki arra, hogy tudja teremteni az anyagi világot. És akkor beindult a másodrangú teremtés, ahonnan áradtak ki az elemek, az univerzum különböző bolygói, bolygórendszerek, élőlények, mindent nyilvánított meg. És ez is hangból született. És ez a Gayatri mantra, ez is szintén ugye, ugye a Gayatri mantra, és akkor ebben a meditációban ő ugye akkor meg született ez a híres Brahma Samhita nevű himnusz. A Brahma Samhita, az minden védikus szentírásnak a lényeg, ez fel van töltve a PDF könyvtáramban, magyarul. Brahma Samhita. Ez Brahmának az éneke, amit, amikor így meditált, és akkor meglátta a lelki világot. És ott le van írva, hogy Isten hogy néz ki, a lelki világ milyen, hogy néz ki, mik vannak ott, milyen a lelki világ a szerkezete, mi az anyagi világ, mik a különböző félisnek. Egy totális leírás van erről az egész kozmikus megnyilvánulásról, mind a lelki, mind az anyagi világból. És amikor ezt meglátta, ugye Krisnának a fuvalája belement, hangja belement a jobb fülébe, és a száján keresztül megnyilvánultak a védikus szentírások. És ez ugye először így jöttek ki, mert ugye ez megnyilvánult, mint a Gayatri mantra, az Om, a Gayatri mantra, és aztán a különböző mantrák áradtak ki, és egészen a védikus szentírások. Így jött, tehát hangon keresztül jött a tudás is a védikus szentírások szerint. Szóval a mantráknak egy nagyon-nagyon jelentős szerepe van, ugye a bhakti yoga, meg minden más yoga folyamatban is. Tehát amennyire bele tudjuk építeni a mantrázás folyamatát az életünkbe, annál nagyon, annál sikeresebb lesz ez az egész dolog. Most a mantra éneklésének van több formája. Ugye van, mit hívják, hogy japa meditáció. Japa. Ami egy általában egy személyes meditáció. Azt nem hangosan csinálja az ember. Vannak olyan mantrák, amiket csak elmében mondunk. Ugye a Gayatri mantrát, azt csak elmében énekeljük, azt nem mondjuk ki. De van olyan, amikor félhangosan mondasz egy mantrát. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. És akkor vannak, ugye, nagyon is vannak ezek a málák, ezek a füzérek. Általában ezen 108 plusz 1 golyó van. Még a buddhista füzérekéken is 108 plusz 1 van. Pedig hát ez a 108, ez azt jelenti, hogy 108 gópi, 108 szerencse istennője, és Krishna a 109. ugye Isten és a és belső energiái. Aztán közben még a buddhistáknak is 108 plusz 1. Füzéri, pedig hát ők nekik nincsen semmi megvalósítás erről, de valamiért ez van, hogy a mantra füzérek, amint számolod a mantrákat, és mindig mondasz egy mantrát egyen, és aztán tovább lépsz. És ezt hívják japa meditációnak, amikor leülnek, jogik, és akkor mondanak mantrákat. És annak megfelelően, hogy milyen kit imádsz, ugye valakik Shiva mantrát mondanak, mert ők Shivát imádják, ha valaki Vishnut, akkor különböző Vishnu mantrákat, vagy Krishnának a különböző neveit éneklik füzéren, és akkor ez egy ilyen úgy jövő, hogy japa meditáció. Van, hogy jogik leülnek, naponta fél órát leül, és akkor csak kikapcsolsz, mindent leülsz, esetleg nézel egy képet, és akkor próbálsz figyelni a hangra. Mantra meditáció. Van, ennek van egy X kaliberű eredménye. Ennél egy nagyobb hatása van annak, amikor sokan leülnek együtt, és hangosan énekelnek. Ezt hívják kirtannak. Mostanában nagyon egyre népszerű, hála jó Istennek, Magyarországon már az ilyen különböző jógatermekben elindultak az ilyen kirtan jóga dolgok, amikor
ugye indiai hangszerekkel, ugye lehet kísérni különböző rágákkal, lehet dallamokat játszani, harmónium, dobok. Ugye az egész indiai zene azon, ezeken a rágákon, meg mantrákon alapszanak. Tehát van a, ugye van a tabla, meg van a mridanga, ami, meg, ami a tabla össze van rakva, és olyan, mint egy ilyen nagy hordó, és két oldala van, itt lehet ütni az mridanga. Az azon is a különböző, ott is mantrákat játszol. Tehát vannak ilyen ütemek, amik mantrák. Tehát ennek megvan az ütemnek a jelentése. És aztán vannak a különböző harmóniumon, vagy különböző hangszereken játszott dallamokat, azok meg rágák. Az ilyen rágák, azok szintén egyfajta tudatállapotot idéz elő. Tehát vannak reggeli rágák, vannak esti rágák, vannak olyan dallamok, mantrákat énekelsz, és van egy olyan dallam, amin énekled azt a mantrát, és azt reggel szokták énekelni, vagy este szokták énekelni. És az előidéz egy transzcendentális hangulatot, raszát, vagy egy hang, vagy egyfajta tudatállapotot. De ennek egy nagyon komoly tudománya van indiai zenében, rága zenében, mantra zenében, hogy milyen dallam, milyen ütem, hogy, mikor, milyen dalhoz. Ez egy nagyon komoly tudomány, ez egy egész élet ezt megtanulni. És ugye ez is egyfajta meditációnk, és ez egy sokkal erőteljesebb meditáció. Mert ugye amikor összejövünk többen, ez a sok energia, ez mind fölerősödik. Szóval lehet azt mondani, hogy ugye az ilyen, amikor ilyen kirtan jógában részt veszel, akkor csak érzed, hogy így zsizseg a levegő, mert annyira nagy energia van. És sokkal potenciálisabb, mint hogy elmész és egyedül leülsz, és akkor közül próbálsz gyapázni, mondod a mantrát, odafigyelsz, aztán közben meg már mész az ABC-be, ne felejtsen majd ezt, aztán az a legrosszabb, amikor mész a mantrálámzat, és akkor mantrázolsz, és közben csinálod ezt, közben porolgatsz, meg takarítgatsz közben. Szóval, hogy az nem igazi meditáció. Az a meditáció, hogy leülsz, kikapcsolsz mindent, és akkor csak arra figyelsz, és ugye ez a kirtan, ez meg az a legpotenciálisabb, a legerősebb folyamata ugye a kirtan jógának, vagy a mantra éneklésnek. És igazából van nagyon-nagyon sok vers a különböző védikus szentírásokban, hogy ebben a korban igazából más folyamat nem is működik. Vagy még ha gyakorolhatsz is gyána jógát, vagy karma jóga, vagy akár a meditációs jóga, hatha jóga, astanga jóga, gyakorolhatod, de nem fogsz benne sikert elérni. Nem fogsz benne nagy eredményeket elérni. Azért, mert ez egy nagyon lassú folyamat, és nagyon-nagyon, ez a saját erődből próbálod megcsinálni, és ez nem annyira potenciális. És mondja, főleg ami a legismertebb vers, ami ezt alátámasztja, ez a Brahma Náradija Puránában van, hogy Harirnám, 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 Vajva Kévalam, Kalaun, azt jövő betűen után. Hogy ebben a korban, mindig amikor a védikus szentírásokban, vagy különböző szutrákban valami háromszor van hangsúlyozva, az azt jelenti, hogy ez a legfontosabb. Ez egy nagyon-nagyon fontos kijelentés. És akkor mondja, hogy Harirnám, 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 ugye Harirnám az azt jelenti, az Úr Hari szent neveinek éneklése. Háromszor hangsúlyozik, és mondja, hogy Nasztyéva, Gatiranyata. Ebben a korszakban nincs más út, nincs más út, nincs más út. És igazából ugye más szentírásokban is látjuk, hogy ugye, hogy Isten neveinek éneklése, dicsőít az Urat, ugye az iszlámban, a kereszténység, mindenhol ott van ez a momentum, hogy ebben a korban a legpotenciálisabb jóga folyamat, amin keresztül Isten szeretetet lehet kifejleszteni az Úr neveinek az éneklése. És ez a kirtan jógának a folyamata. Szóval még hogyha valaki, én is azért nagyon-nagyon szeretem, amikor órát tartok, menjen valami fajta olyan ének, valami olyan bhajan, vagy valami olyan kirtan a jóga óra alatt, mert akkor ugye az ászana gyakorlásnak meg is, az összes más gyakorlásnak is meg lesz az ereje. Ugye akarjátok, akkor szívesen adok ilyen zenéket, amiket majd lehet jóga órákon játszani. Szóval nem elég csak az, hogy beteszünk, hogy olyan kis lány zenét beteszett, valaki gitározgat, meg nem. Ez teljesen anyagi hangvibráció, maximum egy kicsit szatvikusabb, mert éppen nem valaki zúzza elektromos gitárral és dupla lábdobbal, hanem de attól nem lesz valami lelki, mert ilyen szép és nyugodt, és akkor ilyen madárcsicsergéses, semmi lelki eredménye nem lesz. Ha mantrák szólnak,
akkor annak lesz eredménye. Az egy fontos dolog. Szóval én nekem is egy központi dolog, hogy olyan mantrák, énekek szóljanak a jóga óra alatt, ami bemegy a hangvibráció. És akkor lesz testi fejlődés, egészségi fejlődés, meg lesz lelki fejlődés is egyben. Akkor transzcendentálisan adtunk a vendégeknek azzal, hogy tudjanak valami komolyabb lelki fejlődést is elérni, azon túl, hogy egészségesek lesznek, meg kiegyensúlyozottak, meg minden. És... mi más jön? Tehát, hogy van ez a kirtan, meg a japa. Jó, és akkor ugye milyen mantrák vannak? Szóval különböző mantrák, mindenféle, vannak rengetegféle mantra, és lelki mantrák is, és vannak különböző, itt is van egyfajta hierarchia. Mondjuk azt, hogy ezek a mantrák ilyen különböző kulcsok. És különböző helyekre lehet vele bejutni. Vagy ilyen, hogy mondják ezeket, ilyen, mi a jelszó? Tudod, és akkor akarsz menni be helyekre, és akkor, hát hogyha nem azt a jelszót tudod, akkor oda nem fognak beengedni. Csak arra a helyre engednek be, ahol az a jelszó. Menjünk a legaljáról, jó? Tehát a transzcendentális mantrák legalja az az OM. Ez érdekes, nem? Mert ugye mindenhol ez a legelterjedtebb. Az OM, ugye Krishna mondja maga, Bhagavad Gita-ban mondja magára, hogy én vagyok maga az OM. Tehát az OM szótag a transzcendentális, a védikus szentírásokban, az én vagyok, az OM az az én képviselőm. És az OM az miből áll? A, U és M. Aum. Az A betű az Krisnát jelöli, az U az Rádaráni, ugye az eredeti Yin és Yang, tehát ő maga csak a lelki energiájának a női formája, ami ugyanúgy ő maga. Az M az pedig az élőlény. Tehát ha valaki hallott már bizonyos Om magyarázatokat, különböző szinten lehet magyarázni az Omot is. Az Omnak ez a legmagasabb szintű magyarázata. Ez Ráda Krishna és az élőlény. Om. De az Om, ugye rengeteg, minden védikus szentírás, minden mantra valami Ommal kezdődik. Om, és akkor... Mert az adja meg a kezdő potenciát. Tehát bármilyen mantra Ommal kezdődik, mert Vishnunak mindig ott kell lenni, hogy egy dolog sikeres legyen. Értitek? Tehát az Om azért van benne mindenben. Mert azt tesz sikeressé mindent. Mondasz egy mantrát, Ommal fog kezdődni egy komolyabb mantra, spirituális mantra. Mert ott van akkor Vishnu. És ugye az Om az igazából az Brahman megvalósítást ad. Ki tudsz kerülni vele ebből az anyagi világból? Bhakti Vidya Purna Maharaj, ugye egy nagyon emelkedett tudós személy, akinek szerintem talán előadása is van. Vagy nem, az én csoportomban van, jó, akkor azt, de majd küldök át linket, akkor nektek is, hogy tudjátok hallgatni az ő előadásait, nagyon jó, Bhakti Vidya Purna Swami. Le is írhatjátok, Bhakti Vidya, Vidya az Y-nal van, tehát Bhakti Vidya Purna Swami, W-vel. Beírod YouTube-on 1 millió előadás, dob ki, ő egy hihetetlen nagy tudós, szent ember, aki nagyon csodálatos dolgokat beszél. És... mit akartam ebben? Ő mondta úgy kedvesen, hogy... Szóval vannak különböző mantrák, a lelki világ különböző szféráiba tudják eljutatni az embert, és akkor kérdezte valaki, és mi van az Ommal? Hát az Om az jó. Az emberek éneklik, úgy jogaórákon, meg ilyen jogastúdiókban. Ugye mostanában így divat, hogy omoznak, meg minden, azt mondja, jó, egy kicsit kevésbé lesznek őrültebbek. Tehát ezzel minden dicsőséget az Om szótagra, Krisnának a képviselője, de ez Brahma megvalósítást ad. Tehát egy kicsit följebb emel, de olyan nagy, tehát vannak sokkal potenciálisabb mantrák. Ami egy nagyon csodás mantra,
és ezt astanga jógik énekelhetik. Na ez az a mantra, amit énekelhetsz a jóga órád elején, majd ha elkezdtek oktatni, ezt egészen nyugodtan lehet az óra elején és a végén háromszor elénekelni. Ezt mindjárt el fogjuk énekelni. Ez az egyes mantra a papíron. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ezt próbáljuk most háromszor elmondani, jó? Szóljátok, ha befejeztetek az írás, és akkor háromszor elénekeljük. Jelentését is. Mindjárt, azt el fogom mondani. Jó? Lehet ide tenni a kezed szív elé. Majd elmondom, hogy miért fontos az, hogy szív előtt legyen a Pranam Mudra. Egyszer eléneklem egyelőre, és utána egyszer el, utána háromszor el fogjuk énekelni együtt. És ezzel lehet kezdeni a jóga óra elejét, és ezzel lehet befejezni a végét. Például amikor én befejezem a jóga órát, akkor én szoktam csinálni ezt, hogy összegyűjtjük egy picit az energiát, nem tudom, a Rita is szokta csinálni, összedörüljük a tenyeret, belehelyezed az arcodat a tenyeredbe, utána belenézem, utána a szív elé rakjuk, szívcsakra elé helyezzük, és akkor magamban, elmében mindig ezt mondom. Aztán haladó órán meg mondjuk együtt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Torognál Om Namo Bhagavate Vasudevaya és Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ezzel szoktam befejezni az órát. Valamikor mondom, valamikor nem mondom, haladó órán mondom, nem haladó órán nem mondom. Szív, torok és... Torok és ugye... Mi a jelentőség, hogy ezen a három helyen? Ezek olyan energetikai központok, amik már kapcsolatban vannak ugye a felső, ezek a felsőbb csakrákhoz tartozó ugye energiapontok. Szív, beszéd, harmadik szem. És na ez a mantra, ez azért nagyon-nagyon fontos mantra, mert ez Vasudev, van Krisnának az eredeti, ugye az eredeti formája is van a Paramah Krishna Satchitananda, ez a legfelsőbb forma, ez a két karú forma. És ugye amikor ő megnyilvánul, mint Sankarsan, ugye Sankarsanból árad ki, Mahávisnu, aki az anyagi világot teremti, és Mahávisnuból árad ki, úgy hívják, hogy egy Chaturvyuha, négy olyan Visnu forma, ami négy fontos dologért felelős az anyagi világ. Ebben nem megyek bele, mert a Chaturvyuháról lehetne körülbelül hónapokat beszélni, úgyhogy minden nap, egész nap. Tehát ezek a különböző Visnu formák milyen energiákat mozgatnak, milyen energiákért felelősek ebben a világban. De Vasudev, a Vasudev forma, Vishnunak ez a négykarú Vasudev formája, őt hívják úgy, hogy Abhideya Murti. Illetve hát ő a folyamat, a transzcendentális folyamatnak a személyisége. És ugye mivel a jógázás ez egy transzcendentális gyakorlat, ugye Vasudev, ha imádkozunk Vasudevhez, Vishnunak ennek a formájához, akkor ez a folyamat, ez a transzcendentális jóga folyamat, ez sikeressé válik. Tehát ő ennek az energiának a forrása, ő a képesség forrása, és ezzel a mantrával lehet imádni a szívben lévő felső lelket, Paramátmát. Ezért van az, hogy jógik, ugye meditációs jógik, azok tudom, áll valamilyen ászanában, vagy valami, és akkor ezen a mantrán meditál bent. Om Namo Bhagavate Vas.
mert imádják a felső lelket. Ugye az astanga jogik, a misztikus jogik, ők paramátmát akarják elérni, szívben meglátni a helyhez kötött, lokalizált felső lelket. És ez Visnu, ő Vászudév. Ugye ez a mantra, Om Namo Bhagavati, Om ugye az a transzcendentális hangvibrációnak a magja, Namo az azt jelenti, hogy tiszteletemet ajánlom, Bhagavati az azt jelenti, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége, aki Vászudév. Tehát én tiszteleteljes hódolatomat ajánlom az Istenség legfelsőbb személyiségének, Vászudévnak. Ez az a mantra. És ez az astanga jogiknak, a hatha jogiknak, a misztikus, a gyána jogát gyakorlóknak egy kulcsfontosságú mantrája. Aztán ugyanúgy éneklik ezt a mantrát bhakti jogik is, tehát mikor előadásokat tartunk, Prabhupád ő rendszeresen mindig ezt, amikor Bhagavad Gita leckét tartott, ő ezzel kezdte, hogy háromszor